Sorbanállás az Agrárkamaránál. A várakozók az idei területalapú támogatási kérelmeiket adják be. Itt helyben a kamara falugazdászai nyújtanak segítséget az igénylésben. Körülbelül 11 ezer ilyen ügyfél kereste már meg a falugazdászhálózatot. Ez körülbelül 50%-nak felel meg, és a terület is körülbelül ilyen arányban van feldolgozva. Én úgy gondolom, hogy akik véletlen valami oknál fogva egészségügyi problémák miatt nem tudják teljesíteni ezt a 15-ét, azoknak is javasoljuk, hogy a 15-e utáni időszakban minél rövidebb idő alatt keressék fel a falugazdászokat, mert akik nem adnak be semmilyen igény 15-ig, azok 16-ától kezdve június 9-ig napi 1%-os levonással tehetnek ennek eleget. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 22 ezer gazdálkodó nyújtja be a támogatási igényeit. A kérelmeket módosítani június 9-ig lehet, de már csak szankcióval. Ezt követően viszont semmilyen kérelmet nem fogad el a hivatal, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A területalapú és termeléshez kötött támogatási igények idén már az államkincstárhoz érkeznek be. Országosan 179 ezer gazdálkodót érint a határidő, 220 milliárd forintos a keret csak a területalapú támogatásnál, ami a szántók után jár, és körülbelül 500 milliárd forintot állattartás és a többi jogcímen lehet igényelni. Akadnak jogcímek, ahol elmaradtak a kifizetések, ezek egy részét hamarosan megkapják a gazdák. Most több milliárd forint ezen a héten meg fog érkezni, ez körülbelül 15 milliárd a gazdákhoz a négy legfőbb jogcímeken, ez az AKG, a területalapúnak az elmaradott része, a zöldítés és az állattartóknak. Én úgy gondolom, hogy már nem fog hátra maradni csak azok, akik miatt nem tudták lezárni az egyeztetéseket. A kérelmek tartalmát ugyanis ellenőrzik, csak azután fizetik ki a támogatási összeget. 67 ezer forint hektáronként a területalapú támogatás mértéke, ehhez jön a zöldítés. Szabolcsban 7%-kal, de az ország más megyéi is zöldítésben túlteljesítik az unió által elvárt területarányokat. Zöldítésre hektáronként 24 ezer forintot kaphatnak a termelők.